December 27-én újra megrendezik hazánkban a jótékonysági vadászatot. A program 2013-ban indult Fejér megyében, azonban 6 év alatt 2019-ben országos rendezvényé nőtte ki magát. Az akció célja, hogy a befolyt adományokból gyermekkórházakat, osztályokat támogassanak. Országos szinten 124 millió forintot csatornáztunk a magyar egészségügybe, 22 egészségügyi intézményt támogattunk, ez minden esetben gyermekkórház vagy gyermekgyógyászati intézmény volt. 172 vadonatúj orvosi eszközt vásároltunk, mind a betegbiztonságot növeli, és a gyógyítási időt csökkenti. Ez idáig összesen 83 ezernél is több gyermeket gyógyítottak már meg azok az eszközök, amelyeket a vadásztársadalom adományaként adtak át. Zsikó Zoltán, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke azt mondja, a cél idén, hogy a megyében minél többen csatlakozzanak az akcióhoz, ugyanis a befolyt összeget a Balassa János Kórház gyermekosztályának szállítja. Tolna megyében 64 vadászatra jogosult társaság létezik, és eddig azt láthattuk, hogy a dombóvári térségben volt egy vadásztársaság, aki magára vállalta ezt a jótékonysági vadászatot, de idén azt szeretnénk, hogyha minden évben lényegesen több vadászatra jogosult lenne, tehát a Paksi térségben, a dombóvári térségben, Szekszári térségben is lehetne alkalom jótékonysági vadászatra. A december 27-i országos jótékonysági vadászatra december 20-áig lehet regisztrálni.